Jó napot kívánok, szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk a Kossuth Kiadó online élő bemutatóját, és én László Ágnes vagyok, a kiadó kommunikációs vezetője, és hát szeretném bemutatni az első kötetes szerzőnket, Kuncze Gábort, akinek most jelent meg nálunk a Várjuk ki a végét című, szerintem fantasztikus könyve, de azt még hozzátesszük, Gábor, mielőtt téged elkezdlek kérdezni, hogy volt egy társad ennek a könyvnek a megvalósításában, és pedig Mihancsik Zsófia, aki hát nagyon-nagyon irigylem őt, mert ő nagyon következetes volt abban, hogy ez a könyv megszülessen, hiszen le is írod a könyv elején, hogy nagyon sokan próbáltak téged rábeszélni arra, hogy írd meg ezt a könyvet, de te tartózkodtál elég rendesen, és aztán Mihancsik Zsófiával is az első találkozáskor azt mondtad, hogy ne. Majd pedig utána következett egy második, és ott igent mondtál. Mi változott meg benned? Végül is miért döntöttél úgy, hogy meg lesz ez a könyv? Ebben nem változott meg semmi, viszont Mihancsik Zsófi nélkül nem jött volna létre ez a könyv. Ugye onnan indultunk tulajdonképpen, hogy én a lényegesebb eseményeken, amelyekről azt gondoltam, hogy ezeknek hosszú távú következményei lesznek, jegyzeteltem, és ezeket a jegyzeteimet félretettem. 7-800 oldalnyi jegyzetem van különböző fontos megbeszélésekről, és ezt sokan tudták, akik kapacitáltak is, hogy írjam meg. Én meg mindig bizonytalan voltam, hogy most megírjam, ne írjam, mert ugye ha megírom, akkor a jegyzetek szereplői azok véleményük nyilvánosságra kerül, miközben ők, amikor ott beszéltek, nem a nyilvánossághoz beszéltek. Ha meg a négy szem közti beszélgetéseimet nem írom meg, akkor nem különösebben érdekes ez az egész. És arra gondoltam, hogy ki fog velem szóba állni még négy szem közt, ha megírom, aztán rájöttem, hogy ma már úgyse áll velem senki szóba, úgyhogy na, ez az akadály is elhárul. De ezzel együtt is én bizonytalan voltam, amikor jött a Mihancsik Zsófi, hogy hallotta, hogy van egy ilyen, és ő szívesen beszélgetne velem erről, én mondtam, hogy ne beszélgessen velem, mondta, hogy ez rossz válasz, találkozzunk még egyszer, és találkoztunk még egyszer, és akkor arra gondoltam, hogy végül is a munkát helyettem elvégzi, nekem csak beszélnem kell hozzá, azt meg tudok, és akkor végül is igent mondtam, és aztán több órán, sok órán keresztül beszélgettünk, és végül megszületett ez a könyv, de Mihancsik nélkül ez nem lett volna, ő ezzel nagyon sokat dolgozott, és aztán hát a Kossuth Kiadó pedig kiadta. Hát mi nagyon örülünk, hogy minket választottatok, és mi adhattuk ki ezt a könyvet, mert úgy gondolom, hogy ez a könyv egy különleges életrajz, szól rólad, a te életedről, és egyben szól a politikáról, a politika történetéről, különösen az elmúlt 30 évről. És ennek a kettőnek a szimbiózisából eredően ez egy nagyon izgalmas, és majdhogy nem azt mondhatnám, hogy akár egy történelemkönyv is lehetne a fiatalok számára. Méghozzá azért nagyon fontos, mert tényeken alapszik. Gondoltál erre akkor, amikor végül is elindultatok ezzel a munkával, hogy mekkora a felelősséged, hogy ezt olyan fiatalok is fogják olvasni, akik esetleg akkor voltak óvodások? Eszembe se jutott, hogy őszinte legyek, de hozzáteszem, hogy az viszont igen, hogy ez egy olyan fajta visszapillantás erre a 30 évre, amit a történelemkönyvekből nem lehet megismerni, mert nem újságcikkek alapján visszanézhető, nem törvények tanulmányozásával előállítható ez az időszak. Ezek az én emlékeim. Lehet egyébként, hogy másoknak más emlékeik vannak, azt majd írják meg ők. Minden esetre én azt gondoltam, hogy ha van egy ilyen anyagom, azt valamilyen módon tényleg illene a nyilvánosság elé tárni,
ezt a módot választottuk, mondom, Miancsik Zsófi erőszakoskodása miatt. Igen. Azért azt hadd mondjuk el, hogy ugye a te életpályád úgy indult, hogy orvos szerettél volna lenni édesapád nyomdokain, de többször felvételiztél, és nem sikerült a felvételid, ennek is megírod a történetét, és igencsak kalandos volt az első néhány éved a munkafront területén, mert a segédmunkástól kezdve voltál kórházi portás, meg műtőasszisztens, meg sok minden egyéb, tehát nagyon beleláttál a hétköznapok világába, és a hétköznapi emberek világába is, és vélhetően aztán ezt te komolyan tudtad kamatoztatni akkor, amikor 40 éves voltál, ugye, amikor a politika beszippantott. 40 éves voltam, amikor a politika nem tudott beszippantani, de politizálni kezdtem kétségkívül. Ami az előzményeket illeti, szerintem abban segített sokat, hogy én könnyedén tudok kapcsolatot teremteni az emberekkel. Tehát bemegyek egy üzletbe, ahol nem ismernek esetleg, de két perc múlva már mosolygunk és mosolygva beszélgetünk, és ez a politikában azért egy elég előnyös tulajdonság, mert az nagyon sok minden határoznak meg a emberi kapcsolatok, és főleg, ha hitelesnek látják azt az embert, akiben beszél hozzájuk. Köztudott rólad ugye a humorod, a szarkasztikus megjegyzéseid, az emberek mondhatnám, hogy imádták ezt a stílust a politikában, és talán a hétköznapokban is. És én először arra gondoltam, amikor az életrajzodat nézem, hogy azt fogom mondani, hogy úgy kerültél a politikába, mint Pilátus a krédóba, de aztán rájöttem, hogy erről szó nincs. Hiszen mielőtt képviselő jelölt lettél, te azért már létrehoztál egy falu fórum nevű szervezetet, ugye, és tehát akkor már azért benned működött valami, ami afelé vitt, hogy beleszóljál abba, ami ebben az országban történik. Na, de ez egészen így van, mert azért a baráti körbe, családi körbe otthon politizáltunk, csak én a 90 előtti évtizedekben nem vettem részt a hivatalos politikai életben, úgyhogy én képbe voltam a tekintetben, hogy mi van az országban, meg a tekintetben is, hogy mi van egy normális demokráciában, és amikor úgy tűnt, hogy itt valamilyen változások lehetnek, ugye ez 87-88, akkor alakult Tökölön a Falu Fórum, aminek én is a tagja lettem, és aztán ott helyben ennek lettek is következményei, mert amikor a tanácselnök lemondott, akkor a nálunk dőlt el otthon, hogy ki legyen az, akit majd ez ugye abban az időben egyszerűen ment, kooptál a tanács testület, és utána mindjárt megválasztja a tanácselnöknek, és azóta is ő egyébként a polgármester Tökölön, szóval itt kicsibe is már látszottak a változások, és hát én ott többször szerepeltem ennek a Falu Fórumnak a gyűlésein, ülésein, és helyben volt néhány SZDSZ-es srác, és azok voltak azok, akik beszóltak a SZDSZ központban, ahol éppen jelölteket toboroztak, hogy itt van egy ember, akit esetleg jó lenne elindítani. És akkor így kerestek meg. Végig csináltál gyakorlatilag 20 évet a politikában. Nem voltak nagyon szép időszakok, de gondolom voltak nagyon nehéz időszakok is. Összességében, ha visszagondolsz erre és az életednek erre a szakaszára, azt mondod, hogy megérte, hogy 20 évet áldoztál erre? Így se gondolkodom, tehát olyan nincs, hogy mi lett volna attól, ha nem ezt választom, nem. Ez volt, és én örülök, hogy részt vehettem benne tulajdonképpen azokkal a problémákkal együtt is, amelyekre utaltál, de örülök, hogy részt vettem benne, nem bántam meg. A helyzet az, hogy soha semmit nem bánok meg, ezt sem bántam meg. Ez egy szép időszak volt, izgalmas időszak volt, és hozzáteszem, hogy sajnálom, hogy ahhoz képest, amilyen elképzelésekkel indultunk 1989-90-ben, hát az lett belőle, amit most tapasztalunk az országban. Kár, hogy ez így történt, de ez már nem az én
időszakon. Van benne egy kemény mondatod ebben a könyvben, ugye, hogy az elmúlt 30 évben nem volt egyetlen olyan téma sem, olyan társadalmi vagy politikai kérdés, amiben az összes párt hajlandó lett volna együtt leülni és a megoldást megkeresni. Ez valami tény, ez tény, de ugyanakkor pedig rémisztő. Ez tény, és egyúttal nagy baj. Mert most ugye ebből kivehetjük az Európai Uniós csatlakozást, mert az tulajdonképpen azért valljuk be nem tőlünk függött, bár hozzáteszem, hogy ott sem volt már egység, hiszen amikor kimentünk aláírni Athénbe a csatlakozási okmányt, és a Medvesi Péter volt a miniszterelnök, és a pártelnököket meghívta erre az útra, akkor meghívta az akkor ellenzékben lévő Orbán Viktort is, aki külön repülőgéppel jött, és soha nem csatlakozott a társasághoz. Már akkor mutatta, hogy a különállását ettől az egész ügytől, de ez mindegy, csak gondoljunk bele, hogy volt egy rendszerváltás 90-ben, és az előző rendszernek voltak különböző megoldásai az oktatásra, az egészségügyre, a gazdaságra, a szociálpolitikára, és ezek a rendszerek, ha belegondolsz, a mai napig változatlan formában működnek. Voltak itt-ott kisebb változások, de változatlan formában működnek, miközben a világban meg nagyon sok sikeres megoldást tapasztalható, amelyeket tanulmányozva biztos megcsinálhattuk volna a saját magunkra érvényes legjobb megoldást, ami egyébként aztán a ország jövőjét hosszú távon képes lenne meghatározni, és ha így tettünk volna akkor, akkor 30 év elteltével most más lenne az egészségügyünk, más lenne az oktatási rendszerünk, nem lenne több mint 1 millió szegény ember az országban, és lehet, hogy egy olyan gazdaságunk lenne, amelyiket nem megelőzi Szlovákia, Románia, Csehország, és így tovább, hanem továbbra is az átalakuló országok élén állnánk, mint ahogy megjegyzem, 1998-ban a Horn kormány leköszönésekor még ez volt. Érzelezés személyes felelősséget? Hát most erre nem lehet jó választ adni, mert egyébként nemmel nem tudnék rá felelni. Természetesen ebben én is benne vagyok, de hát ugye ahhoz, hogy megoldások szülessenek, ahhoz közös megoldások szülessenek, ahhoz persze partnerek kellenek, és ha a kedves olvasó elolvassa a könyvet, akkor rá fog jönni, hogy hát ehhez partnerek nem nagyon akartak bizony az elmúlt 30 évben, és ha megnézzük a 2010 utáni időszakot, ami annyiba különbözik, hogy ugye korábban a kormányon lévők próbálták keresni a kapcsolatot az ellenzékkel, csak ez nem nagyon sikerült. Most annyi a különbség, hogy a kormányon lévők abszolút nem keresik a kapcsolatot az ellenzékkel, azt mondja ő, hogy aki nincs velem, az nincs viszontlátásra, ezért mondom én, hogy ez nem a nemzeti együttműködés rendszere, hanem a nemzet felező együttműködés rendszere. Az a fele érdekli őket, és annak politizálnak, amelyik potenciálisan az ő szavazójuk, a többiek nem érdeklik őket. Csak az a nagy baj, hogy lehet itt mindenféléket mondani, de valójában ezzel a politika kárára van a saját hazájának. Ez sajnos egy tanulsága ennek a könyvnek is. A könyv jövendő olvasóinak mondom azért meg, hogy ebben a könyvben Gábor nagyon tényszerűen és nagyon izgalmasan véleményt is mond, és a tényeket sorolja fel a miniszterelnökökkel kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag Horn Gyulától kezdve egészen Orbán Viktorig mindenkiről van egy fejezet a könyvben, ami szerintem igazán izgalmassá teszi majd ezt a könyvet, mert ebben is olyan megállapításokat teszel, összefüggéseket mutatsz be, amit egy történelemkönyv soha nem fog. Melyik volt a legnehezebb most véglegesíteni a könyvben? Melyiket? De nem bántsuk a történelemkönyveket, mert én azokból például sokat tanultam, és az egy egészen más műfaj, mint ahogy én mesélem a saját történeteimet. Nem volt egyik se nehéz, de tegyük hozzá, hogy együtt dolgoztam Horn Gyulával, Medvesi Péterrel, Gyurcsány Ferenccel és Bajnai Gondonnal,
és nem dolgoztam együtt Orbán Viktorral, ővele egy időben egy táborban voltunk. Erről is szóval. Igen, akkor még liberálisok voltunk. Igen. Aztán mi nagyon megváltoztunk, ő meg nem, ahogy szokta mondani, ezért aztán mi továbbra is liberálisok vagyunk. De minden esetre ez egy, az egy másik történet, de nem volt benne nehézség, még egyszer mondom, én a saját emlékeimet mesélem el. Szerintem ez így volt, én ott voltam, én úgy emlékszem, hogy ez történt, az emlékeim jelentős részét a jegyzeteimmel alá tudom támasztani, és semmilyen nehézséget nem okozott visszaemlékezni rájuk. Inkább az egy kérdés mindig ilyenkor, hogy pozitív vagy negatív színben tüntessen fel a adott szereplőt, de itt is azt csináltam, hogy ezt abszolút nem határoztam el előre, hanem elmeséltem az emlékeimet, aztán majd az olvasó eldönti, hogy ez akkor most egy pozitív szereplő, egy részük az, vagy szereplő, vagy pedig negatív szereplő. Igen. Ebben az eltelt 20 évben mi volt a legnehezebb feladatod, és mi volt a legizgalmasabb? Tehát abban a 20 évben, amíg 90 és 2010 napig szakom van, mindegy. Igen, hát sok volt az az igazság, hogy ugye 1990-ben rendszert váltottunk. Ilyet még itt nem csináltak. Rántottából tojás, ez ennek nem volt meg a megfelelő gyakorlata. És az ember óhatatlanul olyan helyzetekbe sodródott bele, vagy nem sodródott, hanem belement, amikről nem is gondolta, tapasztalata se volt róla. Mondjuk amikor listavezető lettem az SZDSZ-be, szinte az ismeretlenség homályából, akkor csináltunk egy közvéleménykutatást, egy teljesen nem létező nevet is föltettek, csak szép magyar nevet, hogy mondjuk Varga Ákos, meg engem is a létező nevemmel. A Varga Ákost többen ismerték, és népszerű volt, mint én a kezdeteknél. Tehát innen, én na most itt kellett eldönteni, hogy vállalok egy ilyet, vagy nem. Akkor utána jött a belügyminiszterség, rendőrrel találkoztam korábban, meg is bírságoltak, de egyébként nem foglalkoztam vele, és akkor ugye önkormányzatok, tűzoltók, határőrök, rendőrök, az Atomenergia Bizottság, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt megint meg kellett tanulni, és csinálni kellett, ez se volt egy egyszerű. De a politikában nem csak ilyen nehézségek adódnak, van az, amikor az ember bukik. Ugye mi 98-ban buktunk, aztán utána többször visszatértünk a parlamentbe, de politikában sikeresnek se egyszerű lenni, mert utána mindenféle feladatok jönnek, meg megbukni se olyan egyszerű, mert az meg nem esik jól. Ami nekem ebben a könyvben a legtöbb kedves, humoros történetet adta, az a belügyminiszteri időszakodban volt, amikor teljesen másként kezeltette ezt a tárcát, és hoztad a te habitusodat, és én majd ajánlom az olvasók figyelmébe ezeket, mert már sajnos nincsen arra időnk, hogy én rákérdezzek, pedig szerettem volna, mert én csak mosolyogva tudtam ezeket az oldalakat olvasni. Most hogy élsz? Mit csinálsz? Hát koronavírus van, úgyhogy karanténban vagyunk, otthon a feleségem, a Katival, nem is nagyon mozdulunk ki, ez is egy ilyen ritka alkalom, amikor mégis, és ezt nagyon élvezzük, szóval sokat olvasunk, jól el vagyunk ebben a dologban, ami azt mutatja, hogy hát nyugdíjasok vagyunk tulajdonképpen, de ezzel semmi probléma nincsen, meg vagyunk vele. Egy kérdés. Az a címe a könyvednek, hogy várjuk ki a végét. Mikor lesz? Na most már azt sem tudom, hogy miért ez a címe. Nagyon jó cím. Több megvitattuk, hogy mi legyen, és a végén azért ez lett, mert ez egy több értelmű cím. És az egyik az az persze, hogy hát volt ez a 30 év, amiről beszélünk, nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de várjuk ki a végét, hát ha mégiscsak helyre lehet hozni. Én ezt a variációt fogadom el.
Gábor, nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy itt voltál, és természetesen a könyv már kapható a könyvesboltokba, vegyék, vigyék, olvassák, és megrendelhető a kiadó weboldalán, a www.kossuth.hu-n. És köszönjük. Akik kíváncsiak azokra a történetekre, amelyek most nem hangzottak el, hát meg kell venni. Köszönjük szépen, Gábor.